Köszöntök mindenkit, én Uno vagyok, és ez itt a Machiavelliannek a 6. epizódja. Remélem jól mondtam, az előbb néztem meg. Szóval a 6. epizódnál vagyunk, hölgyeim és uraim, és most jött el az a pillanat, amikor sokkal mélyebb vizekre kezdünk el evezni. Ugyanis elkészítettük az előző részbe kinkes erves kínok között ezt a laborasztalt, amiben a vámpírunk már el is kezdte a munkáját. 7-es szintű tudományos képességei messze menően fölülmúlják a társait, és ezért fog nagyon-nagyon-nagyon jó teljesítményt adni, mutatni, biztosítani számunkra. Mivel most már ezeket a kőkockákat felhasználhatjuk teljes mértékben, szabad módon, ezért azt mondom, hogy célszerű lesz mondjuk egy kis ilyen white tie-t leraknunk erre a területre. 250, az úgy egészen meredek lesz. 250 plusz még egy olyan 1.25-ös. És megnézem, hogy ki van adva így a parancs. Ki bizony, igen, csinálnunk kell még rengeteg ilyen kőkockát, úgyhogy a kézműveseink is tudnak majd dolgozni. Az első feladatunk az a hölgyeim és uraim, hogy a 10 tudományos csomagot, fejlett tudományos csomagot elkészítsük, és ennek érdekében... Miért nem dolgozunk fel a testeket? Srácok! Mi ez? Rohadnak el fel az emberi tetemek? Ennyi volt. Kész. Olyan, mintha itt teljesen mással foglalkoztak volna a helyet, hogy a dolgokat végezték volna. Na mindegy. Szükségem lesz majd egy minionra, aki el fogja szállítani a romlandó dolgokat. Valamint, mielőtt még nagyobb... Megint egy fa. Megint egy fa. De nem bánt senkit. És jönnek az áldozatok, mind az öten ahányan lesznek. És hogyha sikerül külön-külön elpusztítanom őket úgy, hogy ne telefonáljanak be, akkor 50-nel fog nőni a gyanú. És igen, itt van a játék egyik legmélyebb pontja, hogy a gyanút hogyan tudjuk letornázni. Ugye vannak eventek, egy az, vagy pedig hagyom, hogy szórakozzanak az emberek, és akkor úgy készítem el ezeket a leveleket, ezeket az újságcikkeket, ezeket az internetes hirdetéseket, hogy hagyom őket, hadd bulizzanak, csak természetesen el kell szeparálnom majd a... bázisomat ezektől az áldozatoktól. Most abszolút ez van folyamatban. Illetve, hogy tartósítsuk az élelmet. És érkeznek is. A tudományokra, amíg megérkeznek ezek az emberek, egy rövidke kis pillantást akarok vetni. Itt van ez a szűzdetektor. Virgin detektor. Őt gyakorlatilag megcsináltam a lehető legkorábban, de ami nekem kell, az mindenféleképpen majd a kajával kapcsolatos lépések lesznek, és meg is jöttek az áldozatok. Itt vannak, mindahányan vannak, mind az öten. Van köztük egy fogorvos, meg van, hiszem, hogy egy geek is. Ugye? Kampány. Igen, egy geek, valamint egy dentiszt, akit kapok. 6 napra elegendő kaján van, természetesen ez a vérre nem vonatkozik, mert nagyon-nagyon-nagyon sok vérem van. És a szobákat akár át is húzhatom olyan szőnyeggel, ami az arany felhasználásával készül. Ki az én gyilkosom? Azt hiszem, hogy Ahmad. Igen, itt van ez a kalapács. Még 21 embert le tudok vele zúzni. És szerintem... Igen, elkezdtük a padlót megcsinálni. Hívjunk még egy... még egy kereskedőt. És a kérdés az... Hogyha eleget szórakoznak az emberek, a gyanú szinte le fog-e menni. Mert hogyha eleget szórakoznak, jól érzik magukat, utána hazamennek, gondolom akkor csökken a gyanú szint. És így ki lehet iktatni azt, hogy esetlegesen olyan ellenfélbe toppanjunk, akivel nem nagyon akarunk megküzdeni. Ugye? Azt mondja, hogy fel is keltünk? Igen. Ahmad már úton van. Ez most komoly? Most tényleg itt akarunk összeszedni dolgokat? Menjünk innen. Ahmad? Ahmad éppen kraftol, nem baj, lejövünk. Lejövünk oda és figyelünk a többi szörnyemre, hogy ne nagyon toporzékoljon idebent. Ahmaddal lejövünk és ő az egyedüli, aki harcol, de egyébként ráereszthetem az egész csapatot. Ráereszthetek mindenkit. És akkor fejlődünk. És a keményebb ellenfeleket könnyebben fogjuk kiütni a nyerekből. Hogyha már szeretnénk több embert, akkor bővítenünk kell itt a lakosztályokat is. Mindenféleképpen bővítenünk kell. Menjél arrébb, Mortissa. Jó, és szerintem levadásszuk őket. Plusz 50, meg is kaptuk. Oké. Fogorvos pipa. Észrevett minket, semmi gond, és jön az utolsó kettő. És meg is támadtak minket.
És annyi volt. Oké. Okay. Gyakorlatilag ezt a látogatást is sikerült megfelelően menedzselnünk, és szerintem fel tudjuk tolni, vagy 2 nappal így a határértéket. Még 50 áldozatot kell szerezni, hölgyeim és uraim, ami azért nem kevés. És mivel van 6 napra elegendő kajánk, ezért kicsit kikapcsolom, és megpróbálok koncentrálni arra, hogy a lehető legstabilabban kialakítsam a tudományos részét a vendéglátóegységnek. Úgyhogy a mostani részhez mindenkinek jó szórakozást kívánok! Kaptunk egy emetet, hölgyeim és uraim, és meg is állította az időt, Lootbox néven. Hello, I have some nice lootbox, some are filled with priceless treasure. Do you feel lucky today? Szerintem szerencsésnek érezzük magunkat, 9200 aranyjal a zsebünkbe. Úgyhogy mínusz 590 aranyért vettünk 3 lootboxot. Ezt mindig is szerettem a játékokba, úgyhogy lássuk az elsőt. Ó, egy befőtt a sövegbe egy cápa. Oké. Okay. A második. Élettöltő. És a harmadik. Plusz konyhai képesség. Nagyon jó. Oké, okay, meg is nézem, hogy kik a szakácsaink. Ahmad. Hol vagy, Ahmad? Ott vagy. Kíváncsi vagyok, hogy ez a fal mikor fog így gyakorlatilag ránk támadni. És a belek ott lesznek? Igen, ott lesz a nyakába a bél. Fúj, de gusztustalan! Mit ad a cápa? Azt elfelejtettem. Azt mondja, hogy 20 strange-et ad. És ez is gondolom ilyen nyaklánc-szerű dolog. Valamint ki az, aki még szakács, aki még nagyon szakács, Ahmad. Valentin! Na, Valentin, vegyük fel ezt a bélnyakláncot. Vagy először vigyük helyre a dolgokat. Ez nagyon jó. Hogyha dob be több ilyen eventet, annak én nagyon-nagyon fogok. Megérkezett a kereskedő hölgyeim és uraim, valamint itt vannak az áldozatok is, akik megpróbálnak szórakozni. Lássuk, hogy mit kapunk tőled. Semmi fegyvert. Ez szomorú. Endurance 35%-a meg... Az mondjuk eléggé kemény. Mine 10%, laboratóri plusz 1. Szerintem azt fel fogom rakni a másik... Vagy van, nincs. Tehát 8-asra fel tudjuk tolni a laboratórium képességünket. Ez akkor jöhet. Valamint mi az, amit el tudunk adni? 60%-a messzebb látunk ezekkel a szemgolyókkal. Az úgy nem rossz. A későbbiekben lehet, hogy hasznos lenne, de most még úgy nem igazán látom értelmét. Plusz 20 erő? Az mondjuk eléggé kemény. Azzal már tudunk csapni rendesen. Hogy meglátjuk, melyik minionunknak fogjuk belerakni így az arcába. Margaret. Hát egyél. Menjél, egyél, haver. Ahmed, te hogy állsz? Úgy állsz, hogy fel is kelt. Oké, okay. Ahmeddel lejövünk. És akkor még egyszer szépen lebonyolítjuk a már eddig látott folyamatot. Le fogunk darálni majd mindenki. Azaz kalapáccsal nagyon fogjuk verni. 4 szórakoztató elemen van, és 5 ember jön. Az azt jelenti gyakorlatilag, hogy egy ember itt átcsorogni fog. Támadjuk meg ezt a szerencsétlent. Ugye nem erre akartok jönni. Nem bizony, de nem ám. Azaz remélem, hogy nem erre akarnak jönni. Igen, oké. Okay. Pont jó. Támadjuk meg. A gyereket sikerült megtámadunk, nem baj, őt is megtámadjuk. 150-nel gazdagabbak lettünk, 150 gonosziummal, újra 1000 fölött vagyunk. És jöhet a doki. Nagyon jó, oké, okay. Ki is írtottok az embereket. Valamint megnézem akkor a vámpírom, hogy hogy van. Mi a vélemény ezzel kapcsolatban? Ó, vagy a fejfedő, vagy a... De gonosz. Tehát akkor a testre tudok valamit még felrakni. Mondjuk egy puzzle boxot. Azt fel tudom. Dexterity meg mindot kapok. Ez így egészen jó. Oké. Okay. Akkor majd valamelyik minionomnak szépen tovább fogom passzolni, aki alkalmas lesz, mondjuk Margaret. Margaret! Gyere ide! Most főzőcskézik. Ami annyira nem baj, ugye? Ami annyira nem, úgyhogy ki is veszem inkább innen, hogy minél gyorsabban fel tudjuk dolgozni a kaját, és majd csak ezután fogom berakni
a megfelelő pontra, és hölgyeim és uraim, nem vettem észre, de megvagyunk a 10 tudományos ponttal, ami azt fogja maga után hozni, hogy szépen a hűtőt kikutattuk. Fantasztikus. Oké. Okay. És... Miért nem tudja megcsinálni? Ja, mert bármelyik szobába le lehet rakni. 10 gold nugget kell, nekünk pedig van 0. 280, bocsánat. Valamint 40 vas. Abszolút kevés a költsége ennek a hűtőnek. És ide pakolhatjuk is lefele. 2 kockát igényel. 1, 2 és 3. 3 sornyi hűtőt le tudunk rakni, ami szerintem egészen király. Nem, ezt visszavonjuk. És akkor le fogjuk pakolni, mondjuk úgy, ide a hűtőket. 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. 8 darab hűtőt. Most már biztos, hogy elég lesz arra, hogy az összes kaját ilyen 40 napra fel tudjunk halmozni. Elértük, hölgyeim és uraim, az újabb 10 tudományos csomagot, úgyhogy egy újabb technológiát oltatunk fel, ami segíteni fog minket az előrelépésbe. És úgy gondolom, hogy nem a stove-ot fogom választani, hanem valami alsóba, valamit, ami lentebb van. Mondjuk a superior bereket. Először is kell hozzá egy skeleton turret, ami megvan. Valamint azt követően jöhetnek a superior bedek, és most jön a játék igazán, igazán érdekes része. Állj! Ugyanis, hogyha a bedroomra megyek mostantól kezdve, nem csak egy ilyen szalmakupacon tudják az éjszakájukat, vagy a nappaljukat, a minionok eltölteni, hanem most már van egy matrac, a sima matrac, ez egy ilyen sima ágy, amint egy éjszakát alszik benne a minion, egyel megnő a vérzés elleni ellenállása. Teljes mértékben. Szóval nem csak szakaszosan, hogy nő ennyivel, hanem a maximum 1%-kal megnő, úgyhogy ha 100 napot alszik a minionom gyakorlatilag ebbe az ágyba, 100%-osan ellenálló lesz a vérzéssel szemben. Ez egy nagyon király cucc. Következő, Compin! Az átok, illetve az áldás elleni ellenállás nyomja meg szintén egyel. Ugyanaz a történet. 100 nap, 100%-os ellenállás, és a vámpírok nem fognak többé rettegni. Következő, Pretty Bad! A Pretty Bad nagyon jó, hogyha nem akar semmilyen ellenállást maxolni, akkor ezt lerakod, mert 20%-kal kevesebb alvás kell így a minionoknak. Ha ezt összeadjátok, gyakorlatilag zseniális találmány, és én ezt nagyon-nagyon szeretem. A presztízse nem annyira magas, mint például egy ilyen Coffinnak. A következő az Egyptian Thumb. Ez egy életet ad minden egyes alvást követően. Tehát, hogyha 500 napig játszatok, akkor ez 500 életet ad. Hogyha 500 napig játszotok, akkor a minionjaitok már valószínűleg ilyen mocsok nagy képességekkel rendelkeznek, és akkor már 100%-os ellenállás mindenből, 100%-os, az nem 100, hanem hatalmas életerő növekedés. A tank minionoknak ez nagyon-nagyon jó, mert például a Doriánk, aki Frankensteinnek a lénye, ő például nagyon magas életet érhet el, nagyon sok idő alatt, azt aláírom, de elérheti. Az utolsó pedig az mérgekkel szembe ad ellenállást számunkra, ugyanazzal a recepttel. És ezt akár még le is tudjuk pakolni, hogyha le szeretnék. Úgyhogy hölgyeim és uraim, ezekből állunk, és én azt mondom, hogy szépen ki fogom cserélni mindenkinek az ágyát. Doriát szeretném, hogyha ellenálló lenne, lássuk, hogy rendelkezik-e valamilyen ellenállással. Aktuálisan vérzés elleni ellenállása van ennek a leányzónak. És akár ezt ki is tudjuk maxolni. Ki is tudjuk maxolni, hogyha 60 napig vagyunk, akkor 100%-os vérzés ellenállásunk lesz. Ez nem rossz. Viszont neki nagyon sok élete van, úgyhogy célszerű valamilyen ellenállásra rámenni. Úgyhogy Doriannak zágyát innen el fogom takarítani, és akkor maxoljuk ki ezt a vérzés elleni ellenállást, ugyanis ő lesz az, aki elméletileg tankolni fogja a csapásokat. Neki kell a legerősebbnek és legellenállóbbnak lenni, tehát azt mondom, hogy kapjon ide egy ilyen basic beret. És ki az, aki nekünk építész? Aki nagyon-nagyon építész? Nem Mario, Ahmad! Építsük ezt fel!
Ahmeddal gyorsan felhúzzuk, szerencsére összeszedjük a tárgyakat, ami kell hozzá, és Ahmed pillanatokon belül felhegeszti, és a következőben mindig akkor fogok valamilyen ágyat készíteni valakinek, hogyha az az illető már nem az. Tehát, hogyha én most megcsinálom az ágyat, lerakom az ágyat, ugye visszaveszem az övét, ne siessünk annyira. Felveszem az ő ágyát, és le akarok rakni egy újat, de ő mondjuk elkezd a földön aludni, mert az építészem nem húzza fel, akkor nem biztos, hogy ő megkapja azt az ágyat, miután elkészült. Volt egy ilyen kis bug, aztán annyit láttam, hogy a szegény minionom lent aludt a földön. Nem nagyon szeretném azt megismételni. Viszont, most, hogy már így megállunk, szeretném látni, hogy ki az, aki a leggyorsabb. Kinél van a béka? Van béka valakinél? A béka az nagyon-nagyon jó cucc. Hívtam Merkantot egyáltalán? Szerintem hívtam, csak elfelejtettem. Hívunk egy Merkantot, nagyon-nagyon össze kell szednem a tárgyakat. Mario! Margaret. Bleed Resistance. 69 Bleed Resistance. Café Maniac, nem. Quick Feet. 30%-a gyorsabban mozgunk. Doria. Gyere ide. Megnézzük, hogy mi található erre. Hogy be vagyunk zárva, az nagyon jó, mert akkor csak lent kell elzárni magunkat a külvilágtól, és nem kell itt fent is. Támadás esetén ezért biztonságosabb helyzetben vagyunk. Ugye? Itt rengeteg fa van, ezt majd kivághatjuk, és itt van méreg. Ez a játéknak az egyik különlegessége. Hopp, meg itt vannak még lények. Gyere ide, Doria. Szépen magunkra rántottuk ezeket a pókokat. A összeset. És... jöjjünk ide szépen. És egyből megtámadtak minket. Gyerekek, szedjétek szét a pókokat. Leszedni a pókokat, kollektívan az egész csapat ezt a feladatot fogja végrehajtani. És nagyon jó az agró rendszer, hölgyeim és uraim, mert problémamentesen ki lehet ütni így az ellenfelet, csak futtatni kell. Futtatni kell, mint World of Warcraft-ba valami istenverte boss-t. Menjünk tovább. És nem kapunk pofont, nagyszerű. Jó, ezeket kikerüljük, ezt a hálót is kikerüljük. Egy mínusz, és szerintem az entre is rá fogunk menni. És vége a veszélynek? Nem. Még nincs vége. Azt támadjuk meg, Doria, te meg szépen itt került ki azt a pókot. És valaki fel is lépett. Nagyszerű. Oké, az egész csapatomat elviszem. Azt hiszem, hogy mindenki itt van, ugye? Nem. Ahmed itt van a pálya másik oldalán. Jó, nézzük meg, hogy mi van errefele. Így kollektíven, csapatos túl. Semmi, be vagyunk zárva. Oké, jó, nincs több kérdésem. Köszönöm szépen mindenkinek a közreműködést. Totálisan be vagyunk zárva, hölgyeim és uraim. Tehát egy hegy választ el minket, valamilyen vastagságú hegy. Majd ebbe az irányba is fel fogom deríteni a környéket, hogy meddig áshatok tulajdonképpen. És akkor már több információt tudok, és jobban tudunk tervezni az én kis városomat, az én kis apartmanomat, hogy hogyan építsük. Vírus. Vírus kaptunk, hölgyeim és uraim, és 48 órán keresztül a minionjaim meg lesznek fázva. Jó. Oké, köszönöm szépen. Hogyan... Ez hogyan jelenik meg? Áj. Tüszkölnek? Ők szerintem haverok. Azt hallottam, hogy tüszkölnek. Elkezdenek tüsszenteni ezek a minion... Valószínű. De lehet, hogy akkor meghalnának minket az emberek. Fúj, de gusztustalan! Doria! Már ne is haragudjál! Victims are coming. Gusztustalan. És hölgyeim és uraim, megvan a 10 darab. Megvan a 10 darab a fejlett tudományos csomagból.
és azt mondja, hogy 5 per 10. A következő lépcsőfokunk valószínűleg a szűzdetektor lesz, csak ehhez a tűzcsapot ki kell kutatnunk. És jöhet a szűzdetektor, ami szintén elkészült. És most már, hölgyeim és uraim, úgy érzem, hogy megvan minden egyes komponens ahhoz a recepthez, ami az elit szörnyeknek az összegyűjtéséhez kell. Ugyanis a szabályok értelmében, mondom, a szabályok értelmében, hogyha a szüzet ölöm meg utoljára, azért kapok 300 pontot. Ide szeretnénk lerakni egy szobát, egy szűzbegyűjtő szobát, ugyanis csapdák vannak a játékban. A csapdákról még nem igazán esett szó. Van ez a csontváz. Ez a csontváz, ami valószínűleg ilyen csontvázakat küld az ellenfélre. Ez akkor jó, hogyha támadás érkezik. Ugye van lassító, ami lelassítja 80%-on az áldozatokat, valamint van egy ilyen periódikus sebzése. Van egy ilyen szállító szalag, ami elvisz halott vagy ilyen mozdulatlan dolgokat egy irányba. Ez feltételezem, hogy ezzel a pókhálóval lehet kombinálni. Hogyha valaki belép egy szobába, belép a szobába, van egy ilyen pókcsapda, a pókcsapda megfogja, és a szalag elkezdi szállítani mondjuk egy ilyen forgóajtó irányába. Nem értem, hogy ez miért nem lehet magába félelmetes. Ez a futószalag. Miért van egy futószalag egy apartmanban? Miért van egy futószalag? Nem értem. Ugye van a pushing wall, ami technikailag eltolja egy bizonyos irányba az arra fele érkező emberkéket. És ez is egy ilyen hangulatelem, meg lehetne így, fú, de érted, de cuki, meg mit tudom én, de nem igazán látom túlságosan sok értelmét, kivéve a bankár. A bankárnak, valamint a szűz forgóajtónak. Ez egy okos forgóajtó, de zseni, egyszerűen. És a szüzeket automatikusan megcseréli. Tehát egy másik helyiségbe fogja pörgetni, és nem tartom valószínűnek, hogy nem igazán gondolom azt, hogy a pánikba esett emberek ki tudnak onnan jutni, tudnak telefonálni, hogy úristen, itt vagyok egy üres szobában, az ajtó elforgatott, ez csak természetesen egy dolog lesz. Úgyhogy ezt mindenféleképpen meg fogjuk csinálni. Valamint a következő dolog, ami még nagyon-nagyon érdekes, ez az Advanced Watchtower, vagy a szűzdetektor. Amit Isten igazából csinálnunk kellene. Ezt a Watchtowert is lerakhatjuk. Azt mondja, hogy... Nem kell hozzá... Tehát ez ilyen figyelő, térfigyelő kamera. Ez nagyon jó, végig rakhatjuk fel az utat, és akkor látjuk, hogy hogyan jönnek ezek az áldozatok. Például. Viszont itt van ez a figyelő torony, ami jóval nagyobb, és egyből ki is tudja szűrni, hogy ki az, aki szűz, és ki az, aki nem. Úgyhogy ezt fogjuk felépíteni, mindenféleképpen megvárjuk, hogy bejönnek az emberkéink. És remélem Doria nem akar itt nekünk buzgóskodni, nem követszed. Nagyon jó, oké. Megérkezett a merkantunk, és úgy látom, hogy most sincs fegyver. Nincs. Walking speed 15%, loyalty plusz 20, max life 50, strength 20 és loyalty minusz 10. Meteorit nyaklánc, ez eléggé fos. Kivéve, hogyha puhák a minionok. Wow! Azért van itt immunitás rendesen. Szerintem ez a 15% movement speed, ez jó. Valamint a plusz 20 lojalitás, ez is jó. Úgyhogy megvesszük, és... Megvesszük, és a vasat is megvesszük. Az nem baj, hogyha van. Az sose gond. Az sose baj. És hívunk szépen még egy... Majd, hogyha ez elmegy. Hívunk akkor még egyet. Mivel nem tudjuk kiszűrni, hogy ki a szűz, ugyanazt tudom mutatni, hölgyeim és uraim, mint amit eddig, úgyhogy amint ki tudjuk szűrni, hogy ki lesz az, vissza fogunk jönni. Mostantól kezdve, hölgyeim és uraim, eme kamerarendszer segítségével ki tudjuk szűrni azt, hogy valójában mi történik a területen, láthatjuk, hogy mi történik a területen, és ki tudjuk szűrni azt, hogy ki rendelkezik azzal, amit úgy hívunk, hogy szüzesség a viktimek körül. Remélem, hogy nem itt fognak jönni. A viktimek között, akarom mondani. Ugyanis itt, most már van lehetőség, hogy van szűz. Van lehetőség. Tehát ez sem 100%. Erre sem szabad mérget venni, hölgyeim és uraim, de van lehetőség. Ez egy nagyon-nagyon jó pont, és... Na ki vagy?
Basic Victim. Melyiknek van a feje fölött? Neki? Vagy a gyere... Neki. Neki. Chris Pereznek. Ugye, amikor azt mondjuk egy ilyen történetben, hogy szűz, akkor általában arról a hölgy főszereplőre gondolunk, aki jól néz ki, nagyon fiatal, rettenetfeszes, és sajnálnánk, hogyha feláldoznánk valamilyen oltáron. Na most úgy látom, hogy kedves Perez nem tartozik ebbe a kategóriába, ettől függetlenül szűz. Szóval nincs mit csinálnunk. Megpróbáljuk okosan megoldani. Azt hiszem, hogy van még 4 ütésünk. És őt fogjuk majd likvidálni egy nagyon-nagyon jó csapdának a segítségével. Miért csak 4 napra van elegendő kajánk? A hűtő azt tele van vérrel, úgyhogy a vért majd valahol el kell pakolnom mindenféleképpen, hölgyeim és uraim. Remélem, hogy nem fog megromlani. Figyelj! Szerintem ne menj oda! Szerintem ne kockáztasd a küldetésünket. Jó. Elkezdek szórakozni. Most vagy azt csinálom, mindenkit oda terelek. És azt csinálom. Mindenkit ide fogok hozni. És megvárom, amíg elmennek valami másik helyiségbe. Addig mi tüsszentgetünk. Ja, több kaja kell. Mert betegek vagyunk. Oké. Szórakozzatok. Mindenki foglalja el magát, legyenek olyan, mint az unatkozó vervéde. Hopp. Hajjajjajjaj, nem láttál semmit? Nem láttál semmit. De ezért meg. Oké, már kettő minionom is eléggé dühös. És jó lenne, hogyha visszamennétek ide tévézni, mit szóltok hozzá? Oké. Támadjuk meg őt. Valahogy kiment. Valamiért kiment. Nem? Ő lesz a következő áldozat. Ne telefonálj! Tedd le! Oké. Most a gyereket. És végül, de nem utolsó sorban. Plusz 50. Nem kaptuk meg! Miért nem kaptuk meg? Itt volt a feje fölött a Glória, és nem kaptuk meg? Pedig őt töltem meg utoljára. Kill the version last. Mission complete. És mégsem. És nem. Hát, Oké. Ezt még megpróbálom, vagy kétszer szerintem. Kaptunk egy lángoló, misztikus ládát. Vagy az van, hogy nem nyitjuk ki, vagy az van, hogy kinyitjuk. Természetesen a logika az diktálja, hogy ne nyissuk ki, hagyjuk ott a francba, hozzuk a poroltót, és ne a benne levő porral, a poroltóval verjük szenesre. De mi most ki fogjuk nyitni, mert ez egy ilyen rendszer. Couple of rats, hops, nagyon jó. Patkányok! Fantasztikus. Patkányok voltak benne, semmi nem volt, ez egy teljesen vakriasztás volt. Szuper, oké, nagyon jó. Akkor csinálunk ide egy ilyen kis ügyességet, egy ilyen kis finomságot. Itt lesz egy csapóajtó. Valamint elmondom, hogy hogyan fogom majd kialakítani az itteni rendszert. Ide szeretnék lerakni egy szobát. Ennek a szobának... Ó, jön a Merkant. Nagyon jó. Ehhez a szobához szeretnék ide egy bejáratot, és... Ja, itt vannak a patkányok! Kis tukik. Lássuk, kapunk-e valamilyen fegyvert, bökőt kapunk. 30-at sebzünk vele, több mint a semmi. Ó, kis! 30 a durability-e. Legalább 40-et sebzünk vele, együttésben megölünk egy viktimet. Kell
és a bökő is kell, és a sisak ad 70 shieldet, 5% walking speedet, és ő is kell. A doboz az már, azzal már rendelkezünk, és gyakorlatilag egy vámpírunk van, úgyhogy annyira nem égető az a dolog, hogy megszerezzük. Nos, visszatérve, szeretnék ide egy csapdát, egy szűzkiszűrőt, ide. De nem kapom meg, mert oda még nem húztam semmilyen falat, ugye? Igen. Ide jött a fal, itt lesz a szűzkiszűrő, valamint egy bejárat, hogy őt öljen meg biztosan utoljára. És ide le kellene pakolnom még egy... Ja, bejött a patkány! Lehet, hogy ezeket ki kellene ütni a nyerekből. Nem? Lehet, hogy ezeket a patkányokat meg kellene öljem. 120 élete van, a láncfűrészsel simán meg tudom őket ölni. Ugye? 150, igen. De a láncfűrészt azt másra akarom használni. Úgyhogy most szerintem felveszek egy bökőt. Á nem, hagyom őket aludni. Hagyom őket aludni, és mielőtt jön, á nem. Tudjátok mit? Nem ölöm meg a patkányokat. Nem ölöm meg, megnézem, hogy van, lesz-e olyan áldozat, aki fél a patkányoktól. Ez lesz. Ez lesz az utolsó küldetés a mostani részben. Jönnek, hölgyeim és uraim. Itt van az összes áldozat, és remélem, hogy ez a leányzó nem akar nagyon-nagyon mélyre menni. Itt vannak a patkányok is, valami, vagy az egerek, patkányok, ugye? Igen, feltételezem. Úgyhogy ezek végül is szörnynek minősülnek, így a játékban. És ott jönnek. Most a fogorvos. Totálisan letolják az egereket. Totálisan letolják. Egyáltalán senkit sem érdekel, hogy ott van bármi jellegű rágcsaló, vagy nem. És ott a glória, látjuk? Ott a glória. Neki kell utoljára meghalnia. És van 1517 gonosziumom. Ez világos. Készül a kis szabácskám, csak picikét lassan. Kettő napra elegendő kaján van, olyan, mint hogyha valaki felzabálna a kaját. Amúgy. Mint hogyha így sublimálna. Így eltűnne. Nem tudom, hogy miért. Fogalmam sincs, hogy miért. Na mindegy, összehívom a csapatot. Biztos mindenki rohadtul hálás lesz nekem. És úgy fogjuk sakkozni, hogy a Doki legyen az utolsó. Tehát neki el kell kezdeni valamivel foglalkozni. És oké. Jó, rájuk is megyünk. Oké. Jöhet a favágó csávó. Valamint jöhet a Bestman. És most 1557. 1607. Miért nem kapom meg vajon a 300-at? Lehet, hogy ezekért a szörnyek miatt? Lehet, hogy ezek a szörnyek miatt nem kapom meg? Hogy itt vannak a területemen és gyakorlatilag nem érzékelő a játék, hogy az utolsó személy lenne? Talán erre tudok esetlegesen gondolni, hogyha nagyon-nagyon meg akarnám erőltetni a gondolatmenetemet, akkor ezt feltételezném, hogy ez így lenne most hibás. Mert technikailag egyetlen egy túlélő sem maradt életbe, és mégsem kapom meg a 300-at. Ez egy eléggé érdekes tény, és jó lenne elgondolkozni, viszont az utolsó gondolatmenet, amit szeretnék képviselni, hölgyeim és uraim, azok tudományi lesz, és ki tudjuk tanulni gyakorlatilag az utolsó és talán az egyik legfontosabb dolgot, ugye a számítógépet nem fogjuk belevenni, a stove-ot. És elkezdhetünk főzőcskézni. És hogy milyen kajákat fogunk csinálni, az mindenféleképpen a következő részre fog áthúzódni, ugyanis megpróbáljuk majd feldolgozni ezeket a produktumokat, amikkel rendelkezünk. Remélhetőleg egyszerűen is most jöttem rá, hogy gyakorlatilag mi értelme van annak, hogy gonoszfát hoz a kereskedő. Hölgyeim és uraim, én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, örülök, hogy velem tartottatok, én Uno voltam, és mindig találkozunk legközelebb is. Szevasztok!